Benne a mostani videóban az almaecetről lesz szó, 8 olyan probléma fajtáról, betegség típusról, amikor az almaecettel akár már néhány napon belül javuló hatásokat tudunk elérni az állapotunkban. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoár! Fontos, hogyha almaecetet fogyasztunk, akkor szüretlent és pasztörizálatlant ígyunk, mert ennek vannak igazán jó terápiás tulajdonságai. Általában minél sötétebb az adott almaecet, annál jobb, tehát a bolti salátára való nagyon világos pár száz forintosok nem igazán jók terápiás célokra. A leghatékonyabb beviteli módja, ha egy-két kanál almaecethez hozzá adsz egy kis vizet, stéviát vagy nyersmézet és megiszod. De kapható például olyan almaecet is, amely tartalmaz kevés hozzáadott mézet is, így nem kell külön édesíteni, csak vizet kell hozzá önteni. Az almaecet a kiprésett almalé elérdése után jön létre, és 1 liter almaecet előállításához kb. 10 darab almára van szükség. Az almaecet már évezredek óta ismeretes a népi gyógyászatban, Hippokrátészt is használta gyógyításra, és sok érdekes történet is kapcsolódik hozzá. Például a 14. században Angliában gyakran inkább almaecettel keresztelték a gyerekeket, és nem vízzel, mert ugye az almaecet tisztább volt, mint a víz, és hát a gyerek nem kaphatott el fertőzéseket. Hans Adolf Krebs biokémikus pedig 1953-ban Nobel-díjat kapott azért, mert felismerte, hogy az ember anyagcseréje ecetsav nélkül szinte képtelen működni. Nézzük is az elsőt, a gyenge gyomorsavból és a kevés enzimből eredő felszívódási gondokat. Ha gyenge a gyomorsav, nem bomlanak le megfelelően az ételek, a gyomorban így nem tudnak jól felszívódni az ásványi anyagok, ugye például a kálcium, a vas, egyes vitaminok sem, mint például a B12, mivel nem bomlanak le megfelelően a fehérjék. A gyomornak savasnak kell lenni, 1-3 közötti pH értékűnek, ami majdnem annyira erős, mint például a sósav. Az almaecet tehát először is abban segít, hogy a gyomorsav újra kellően erős legyen, hatására több enzim termelődik, és hatékonyabban szabadul fel az epesav is, így javul az elfogyasztott ételek felszívódásának a hatékonysága. Sokan azt gondolják még napjainkban is, hogy az emberek szervezete el van savasodva, pedig ez nem igaz. A legtöbb embernél sokkal inkább lúgos irányba tolódott el a gyomorsav pH értéke, és ebből rengeteg egészségügyi probléma keletkezik. A jelenség hátterében elsősorban a stressz áll, ugyanis a stressz lúgosító hatású, márpedig napjainkban a legtöbb ember lényegesen több stressznek van kitéve, mint mondjuk csak 30 évvel ezelőtt. Itt fontos azt is még megjegyeznem, hogy az idő előre haladtával, tehát például 50-60 év felett a gyomorsav is ugye egyre jobban elmozdul lúgos irányba, tehát ilyenkor még fokozottabban ajánlott a savasítás, amire a legjobb a természetes almaecet. A második terület, ahol az almaecet látványos javulást tud hozni, azok az allergiák és az ételintoleranciák, melyek hátterében sokszor az ételek elégtelen lebomlása áll. Ez is összefügg a gyenge gyomorsavval, ugyanis ha nem bomlanak le az ételek megfelelően a gyomorban, akkor sok olyan anyag kerül át a belegbe, amelyeket a szervezet idegennek ismer fel, tehát az almaecet hatására jobban le tudnak bomlani az ételek, így kevesebb lesz az allergiát okozó anyag. Tehát az olyan tünetek tűnhetnek el, mint például a puffadás, a székrekedés, a hasmenés vagy a bélgázok. Érdemes kipróbálni az almaecetet a felsorolt gyomor és bélrendszeri tünetek esetén, mert sok esetben már pár nap alatt pozitív változás állhat be. Természetesen ehhez az is fontos, hogy jól megrágjuk az ételeket. A harmadik a kalcium lerakódásából fakadó problémák. A gyenge gyomorsav és az elégtelen emésztés egyik leggyakoribb tünete az a kalcium lerakódása a látszövetekbe, a test legkülönbözőbb részeibe. Ennek a jelenségnek az első és leggyakoribb tünete a test megmerevedése, keménynek lesznek a végtagjaink, a hát, nehezen tudunk hajolni, forogni. Lényegében úgy is mondhatjuk, hogy elkálciumosodik a
testünk. Aztán, ha a kálcium az ízületeknél kezd el lerakodni, kialakul az artritis, ha a szemekben kialakul a szürkehályok, ha a veséknél a vesekő, az epéknél az epekő, és még sorolhatnánk. Tehát az almaecet nagyon sokat tud segíteni azon problémák megelőzésében és kezelésében is, amelyek hátterében a kálcium nem megfelelő működése áll. Természetesen a kálcium mozgatásához a testünkben D és K vitaminra is szükség van. A negyedik a cukorbetegség és a máj problémák. Az almaecet nagyon sokat segített kettes típusú cukorbetegség esetén, mivel növeli az inzulin érzékenységet, javít az inzulin válaszokon, csökkenti a vércukorszintet, illetve csökkenteni tudja az éhgyomli vércukrot is. Az éveken át fennálló magas inzulin szint pedig sok esetben elzsírosodott májhoz vezet, illetve egyéb más máj problémákat is okozhat. Tehát májgondok esetén is érdemes számításba venni a szüretlen almaecet rendszeres bevitelét. Illetve mivel a legtöbbünk sokkal több szénhidrátot visz be, mint amivel teste megbirkózna, és nagyon sokan már a prediabetes állapotában vannak, azt lehet mondani, hogy az almaecet alapvetően nem csak cukorbetegeknek, illetve máj problémákkal küzdőknek előnyös, de 10-ből 9 embernél ugyancsak javítani tud az inzulin és a máj működésén. Az ötödik a jobb zsírégetés és a fogyás. Sokan le tudnak adni feles kilókat az almaecet segítségével, elsősorban az előző 4 részben felsorolt problémák megoldásán keresztül, tehát például azáltal, hogy javul az emésztésed, több hasznos tápanyag szívódik fel a testedben, így kevésbé leszel éhes, vagy később leszel éhes, tehát nem fogsz annyit enni. Vagy ha javul az inzulin válasz a testedben, az is hasonló következménnyel járhat. Illetve ha kevesebb az allergiás reakció, kevésbé lesz, kevesebb gyulladás lesz a tested, több energiát tud fordítani a zsírégetésre. Ezen kívül az almaecet rendszeres fogyasztásának következtében a tested kevesebb zsírt fog elraktározni, azaz segít visszaszorítani a zsír tárolást. A hatodik a reflux. 10-ből 9 embernél a reflux háttérében a gyenge gyomorsav áll, és nem a túl sok, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a gyomorsav pH értéke lúgos irányba mozdul el. Ha refluxod van, igyál meg 2 kanál almaecet egy kisebb pohár vízbe elkeverve, és figyeld meg a változásokat a testedben. A legtöbb esetben hatalmas megkönnyebbülés jön, én is azt tapasztaltam évekkel ezelőtt, amikor először fogyasztottam szüretlen almaecetet. A hetedik a fáradtság és a gyengeség. A fáradtságról készítettem korábban videókat, nézd meg azokat is. 10-ből 9 esetben a fáradtság, a gyengeség hátterében a vitaminok, az ásványanyagok ugye nem megfelelő felszívódása áll, tehát ha savasabbá teszed a gyomrodat, javítasz a felszívódáson, így a testet hozzájuthat ezekhez a fontos mikrotápanyagokhoz, és megnő az energiaszintet. A 8. és egyben utolsó a megfázás és a baktériumokkal, vírusokkal szembeni védekezés. Sokan fogyasztanak mesterséges C-vitamint, amiről ugye beszéltem korábbi videókban már, hogy valójában az ugye csak az aszkorbinsav, ami a C-vitaminnak csupán a 10%-a, lényegében a külső rétege is. Igazából érdemben nincs hatással a testünkre, sőt nagy dózisban épp hogy C-vitamin hiányt okozhat az aszkorbinsav. Viszont a C-vitamin is savasít, így ha például bármiféle pozitív hatást érzel mesterséges C-vitamin fogyasztás, akkor kapszul a tabletta bevitelekor, akkor valószínűleg inkább annak a hatását érzed, hogy erősítette, savas irányba tolta el picit a gyomorsavat, így javult az emésztésed. A C-vitamin helyett azonban az őszi-téli időszakban is sokkal jobb választás a szüretlen almaecet, mert egyfelől hatékonyabb, másfelől lényegesen több pozitív hatását élvezhetett, mint a mesterséges C-vitaminnak. Az erős gyomorsav elpusztítja a kórokozókat, vírusokat, baktériumokat, így az almaecettel hatékonyan hozzá tudsz járulni az immunrendszered megerősítéséhez is. Érdemes a megfázásos influenzás időszakban napi rendszerességgel inni, mint megelőzéshez, mintha már kialakult valamilyen probléma. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, iratkozz fel.
ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az almaecetről volt szó, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!